3% alatt maradt a konszolidált állami költségvetés hiánya 2018-ban, jelentette be a hivatalos adatokat a pénzügyminisztérium. Abszolút számban 27 milliárd 300 millió lejjel költöttünk többet, mint amennyit bevételezett az állam. Ez az összeg a teljes költségvetés 2,88%-ának felel meg. Noha az ellenzék folyamatosan a vállalt 3%-os költségvetési hiány túllépését valószínűsítette, a pénzügyminisztérium szerint a hiány 2,88%-os volt 2018-ban, kevesebb, mint a tervezett 2,97%-os szint. Abszolút számokban a bevételek 295 milliárd 100 millió lejére rúgtak, ami 17,2%-kal nagyobb, mint egy évvel korábban. A bevételek növekedése zömében az áfából és a luxusadóból származik, 11,3%-kal, illetve 7,2%-kal emelkedett ezek mértéke, míg a bérek utáni adóból jelentősen esett a bevétel az adókulcs csökkenése következtében. Itt 21,4%-os visszaesést regisztráltak. A kiadások 322 milliárd 400 millió lejre tehetők, ezek 16,8%-kal nagyobbak, mint 2017-ben. Ezek jelentős hányadát a személyzeti költések teszik ki, hisz az állam 23,7%-kal költött többet fizetésekre 2018-ban. A szociális kiadások 9,5%-kal voltak nagyobbak, elsősorban a nyugdíjpont értékének a növekedése következtében 1000 lejről 1100 lejre. A beruházásokra 34 milliárd 200 millió lejt fordítottak, 27,9%-kal többet, mint 2017-ben, de még mindig sokkal kevesebbet, mint amennyit a gazdasági szakemberek javasolnak a reálgazdaság élénkítésének a szempontjából. Jelenleg sokak aggodalmát az váltja ki, hogy január végére sem készült el a 2019-es költségvetés tervezete. Sokak szerint azért, mert a pénzügy képtelen lezárni az évet olyan számokkal, amelyek biztosítják a hiány 3% alatt maradását. Ahogy az ország a Maastrichti szerződésben vállalta, a Fitch Rating's hitelminősítő szerint Románia az egyetlen olyan gazdaság a közép- és kelet-európai EU térségben, ahol idén és jövőre is a Maastrichti tűrés határt meghaladó, vagyis 3% feletti GDP arányos deficitet várnak. A cég prognózisa szerint a román államháztartási hiány idén és jövőben egyaránt 3,5% lesz.